A nemzetközi pénzpiac nehezen ismeri el a forintot még akkor is, amikor jelentős kamatemelések voltak hazánkban. Ez általában egyet kellene jelentsen azzal, hogy erősödik a forint, nálunk azonban éppen ellentétes folyamatok zajlottak. Az általunk megkérdezett közgazdász szerint a forint hetek óta tartó gyengülésén elsősorban az segítene, ha a befektetők ismét megbízható országnak tekintenék Magyarországot, ehhez azonban az kell, hogy a kormány minél hamarabb lezárja a már megkezdett tárgyalásokat az Európai Bizottsággal. Próbáljuk növelni az ország devizabevételét, meg kell egyezni sürgősen Brüsszellel, mert akkor a magyar gazdaság egy hatalmas tőkeinjekciót kap. Őrült mennyiségű pénzek jönnek, amik tulajdonképpen az ölünkbe húlnak. Plusz emellett még jóval alacsonyabb kamattal lehet az Európai Uniótól felvenni hiteleket, hogy tőkeinjekciókat tegyenek és nyomjanak a gazdaságba. Én azt hiszem, ezek a legfontosabb lépések, amelyekkel lehet fékezni az inflációt, lehet erősíteni a forintot, és ez mind-mind-mind szorosan összefügg. Tehát én azt mondom, hogy a kulcskérdés az Európai Unióval, Brüsszellel, akikkel vagy akivel annyi időn keresztül harcot vívtunk, meg kell kötni a békét, meg kell állapodni. Ebben a kérdésben jó úton halad a kormány, hiszen az ország érdeke az, hogy minél hamarabb megállapodás születhessen az Európai Unióval, ez azonban nem jelent azonnali változást. Amikor a megállapodás megszületett az Európai Unióval, tehát a bent lévő pénzek átutalásával kapcsolatos megegyezésről van itt szó, akkor az Európai Unió még várni fog, hogy a megállapodásnak eleget tesz-e a magyar kormány. És utána kezdi el majd utalni azokat a pénzeket, amelyek bent ragadtak. Ez így volt Lengyelország esetében, velük már megvan a megállapodás, viszont a pénzt még nem utalják, hanem azt akarják látni, hogy tényleg a megállapodásnak megfelelően viselkedik a kormány. Ha pedig ezek a pénzek átjönnek, akkor pedig megint egyértelmű, hogy erősödni fog a forint. A hétköznapokban a lakosság a gyenge forint hatásaként a jelentős áremelkedéseket tapasztalja a legközvetlenebbül. Az infláció mértékének ilyen emelkedése azonban nem csak a forint gyengülésével van kapcsolatban, jelentős áruimportból érkezik, ami szintén áremelkedést okoz. Emellett az orosz-ukrán háború és a bevezetett szankciók új helyzeteket teremtettek, komoly logisztikai problémákat okoztak, és az általunk megkérdezett közgazdász szerint nem tesznek jót az országok gazdaságának. Hogy más nem mondjak, meg kell nézni a fuvarozási költségeket. Az egekbe vannak. Mondhatom azt, hogy vannak olyan területek, például a tengeri szállítás, a tengeren történő szállítás, de a kamionfuvarozásban is duplájára vagy háromszorosára emelkedtek az árak. Ez mind-mind szerepet játszik ezekben az áremelkedésekben. Áruhiányok lépnek fel nagyon sok helyen, és az áruhiányoknak általában az a következménye, hogy emelkednek az árak. Én ezt már több riportban elmondtam, lehet, hogy unalmasan hangzik, de amikor még nem volt Covid, nem volt háború, a világkereskedelem, a világgazdaság elindult egy mély recesszió irányába, egy nagyon komoly válság irányába. Az, hogy jött a Covid, meg jött a háború, ez csak tetézte a bajokat. Úgyhogy a világgazdaságnak helyre kell rázódni, Amerikának, Kínának, Németországnak, mert ezeknek a stabilitása egyik nagyon fontos pontja annak, hogy javuljon a helyzet a világban, a világgazdaságban. A közgazdász hozzátette, az is egyfajta megoldást jelentene a jelenlegi forint gyengülésére és az inflációra, ha jelentősen nőne az ország devizabevétele.